Kéti Ford. Álom és szerelem. Ház kilátással. A kínai teát. Kéti Ford azonos című regénye alapján a forgatókönyvet írta Claudia Kratochwill. Grace? Bocsáss, zene Leo Akte és Sebastian Oswald. Üzleti vacsorára kell mennem. Átnéznéd nekem a borlapot? Az étterem vezetője előválasztást kér. Igen, persze. Van különleges kívánságod? Az étel sorrend a meghatározó. Mindenben a jó ízlésedre hagyatkozom. Hé... Hey. Te is tudod, hogy pontosan hogy értem. Nagyszerűen kezeled ezt az egész helyzetet. Komolyan. Demi! Gyere le! Suzanne már itt van! Ha valamire szükséged lesz, nyugodtan küldj egy e-mailt. Jó? Gracie. Fényképezte Nicolas Jurai. Édesem. Gracie. Ezt ne vedd a szívedre. Apa már csak ilyen. Anyát is 10 év után hagyta el. Tudod, hogy bármikor felhívhatsz? Jól fog esni. Szervusz. Rendezte John Delbridge. Tetszik neked a kisfiú? Na, mi újság? Hát a nagyfiú sem olyan rossz. Szenték! Nem tud vigyázni! Nincs semmi baj! Ha? Ez itt egy iskolabusz. Szerezzen jogosítványt! Kinek a gyereke szaladt ki az útra, ha? Visszavonom, amit róla mondtam. Edward! Szia, Allegra. Ajajaj, a Lakenem villa elég sivár Edward bútorai nélkül. Igen, igaz. Majd újakat kell vennem. Minden válasz nehéz, de ne aggódj, majd segítek neked. Tényleg? Persze, hiszen a testvérem vagy. Itt egy katalógus, amiben keresgélhetsz. De én nem házat akarok, hanem bútorokat. Igen, drágám, de a Lakenem villát el kell adnunk. Tessék? Ezt közösen örököltük a szüleinktől, ha még emlékszel rá. Edwarddal az elmúlt évek során elég sok pénzt költöttünk rá. Igen, mivel itt laktatok. És bocsáss meg, hogy kijavítalak, de Edward költött rá. Te egyedül fenn se tudnád tartani.
Akkor talán te is beszállhatnál. Isten ments! Engem nem érdekel a ház, csak a pénz, amit ér, aminek a fele engem illet. Sosem adnám el a Lakenem villát. Nem fogom eladni. Akkor viszont ki kell fizetned a részemet. Jó napot, Mrs. Ravenglass! A kép készen van. Ő rendelte meg, emlékszik rá? Ó, igen, emlékszem. Ez szép emlék lesz neked Edwardról és a Lakenem villáról. Keresek egy építészt, aki felbecsüli nekünk az ingatlant. Az ügyvédem majd hív. Kérem, fáradjon be. Erre tessék. Megengedi? Köszönöm. Elnézést a rendetlenségért. A férjem most vitte el a maradék bútorait és festményeit. Talán jöjjek vissza máskor? Nem, nem. Azt hiszem, itt egészen jó helye lesz. Mit gondol? Minél kevesebb üres hely van, annál jó. Igen. Elnézést, nem voltam túl tapintatos. Kér esetleg egy teát? Elég gyorsan el tudom készíteni. Van Orbánc fűteája? Azt hiszem, van. Amint vége a válópernek, feleségül veszi Susannét. És most a nővére követeli a jogos örök részét, ugye? Pedig tudja, mit jelent önnek a ház. Ő egy kemény üzletasszony lett. Nem fér bele az életébe a szentimentalizmus. Az én vállásom meg főleg nem. Bocsásson meg. Biztos nagyon untatom a történeteit. Nem is tudom, mi ütött belém. Aminek ki kell jönni, az kijön. Én a postásnak meséltem először a terhességemről. Ellie vagyok. Grace. Mi a csodát keres itt? Elnézést kérek, ez egy kicsit kilazult. Pillanat, mindjárt kész. Graham a borkereskedő küldött. Ne. Ön Grace Ravenglass? Igen. Flynn Commack. Örvendek. Behozom a többit is. Talán megünnepli a válását? Nem. Tessék, ezt most viheti is vissza. A borkóstoló sajnos elmarad. Ó, sajnálom. Anne és Graham olyan boldogok voltak. Ezt én is nagyon sajnálom. Egy kis változatosság jót tenne. Nem. Most egyáltalán nincs hozzá hangulatom. És ezen kívül a házban már nincs egyetlen asztal sem, hogy a vendégeket leültessem. Ez legyen a legkisebb probléma. Az asztal már úgyis elavult. El sem tudom képzelni, hogy nálunk valaki a földön fog enni. Nem? Nem. A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember ne veszítse el a kapcsolatot a földdel. A Sauvignon mindig balra legyen a Chardonnay-tól. Mindig a könnyűtől a nehéz felé. Ezt inkább csinálja maga. Rendben. És mióta foglalkozik borokkal? Mióta az eszemet tudom. Ez nálunk családi tradíció. Már az apám is a bor szerelmese volt. És mivel gyerekkoromban minden egyes szőlőtőkét személyesen mutatott be nekem, nyilvánvaló volt, hogy csak is borász lehetek. El is végeztem pár szemesztert az egyetemen. És végül mi lett önből? Nem túl sok.
Miután férjhez mentem, egyre kevesebb időm volt az egyetemen. A férjemnek segítettem, a lányunkat neveltem. A saját karrierem hirtelen nem volt fontos. Ó, jó napot! Jó napot! Jó napot! Örülök, hogy el tudok jönni. Tessék! Köszönjük! Nos, akkor nagyon szép estét kívánok önnek. Egy pillanat, csak nem akar elmenni. De természetesen, hiszen a barátai itt vannak. Ah, inkább ismerősök. Eli, örülnék, ha itt maradna. Hát, jó. Akkor hozom a sajtot meg a kenyeret. Remek. Hol találok szalvétát? A komódban, a képe alatt az alsó fiókban. Anne, Graham. Grace. Isten hozott újra. És köszönöm ezt az isteni borválogatást. Nagyon szívesen, Grace. Ez nagyon csábítóan néz ki, főleg ebben a szép időben. Igen. Tetszik nektek? Flint akkor már ismered, a család régi barátja. Épp erre gondolt. Jó estét. Örülök, hogy mégis így döntött. Na is, nagyon szép minden. Köszönöm. Igen, akkor keressetek magatoknak egy szép helyet. Igen, jó lesz. Ott. Mr. Campbell? Üdv. Jó napot. Érdekes. Bár kicsit hanyag a kivitelezés. Amit ön hanyagságnak vél, az a krétarajz és az akvarell keveréke. Maradjon a focinál meg a gyerekeknél, és hagyja a művészetet másra. Művészet? Nagy szavak. Ez a művész itt nyilván az egyik mostani művészeti főiskolán tanult. Ön viszont szakember, igaz? Ebben az esetben nincs szükség rá. Mondja csak. Ismeri a mestert személyesen. Átadom neki szívélyes üdvözletét. Nagy képű piperkőc. Grace, ki az a pasas ott? Ren, a vezeték nevét nem tudom. Bemutassalak neki? Már bemutatkoztunk. Egy 87-es Brunello, köszönetképpen. Te olaszokat is rejtegetsz? Azt hittem, csak helyi borokkal foglalkozol. De azokat már ismered. Mr. Combeck már elment? Azt hiszem, még valamit el akart intézni, ugye? Hamarosan visszajön. Tudod, ez a kóstoló arra a napra emlékeztet, amikor Graham megkérte a kezem. A Falcon Crest-i szüret után. Pontosan emlékszem. Egy gyönyörű, szép, világos kék nyári ruha volt rajta. Türkiz? Igen. Te Edwardot nem egy szőlőhegyen ismerted meg? De igen, a gyakorlatom alatt. Annyira szép pár vagytok. Egyébként ő hol van? Még nem is láttam. Azt hiszem, dugó van benne. Hozok egy másik üveget. Dugó? Te láttál benne dugót? Edward beadta a vállópert. Ó. Mr. Comeck. Minden rendben, Grace? Igen, igen. Csak belement valami a szemembe. A szonyogok szeretik a nyári estéket. Megnézhetem? Nem, azt hiszem, már ki is jött. Mit keres itt egyáltalán? Sajnálom, de nem tudtam ellenállni. Nem sok ilyen ház van, mint ez. 19. század közepe? 1853 egészen pontosan, azóta a családunk tulajdona. Az elég nagy idő. Az én családom sehol nem élt pár hónapnál tovább. Szinte folyton költöztünk. Ez a mi családunknál másképp volt. A testvérem és én ide születtünk. Ahogy az apám is, és a nagyapám is. És az ők apám is. Mutatok valamit. Látja?
Minden gyereknek egy vonás. És ez itt az én vonalam. Szép hagyomány. Bár jól meggyötörték vele ezt a nemes fát. A kopogóbogarak is a családhoz tartoznak? Tessék? A kopogóbogarak. Köznyelven szúbogár. Látja azokat a kis lyukakat ott a szélén? Én családi történeteket mesélek, ön meg a szóval jön. Szakmai ártalom, építész vagyok. Mit mondott, micsoda? Építész. Szívvel, lélekkel, ha ilyen épületről van szó. Köszönöm. Tudod, hogy Mr. Comeck pontosan mivel foglalkozik? Azt mondta, egy régi épület felújításán dolgozik. És téged miért érdekel? Allegra egy építészt akar hívni, aki felméri a Lakenem villát. Ah. Én meg arra gondoltam, hogy... Nevetséges, már rémeket látok. Az ön állapotában nem kellene kicsit pihennie? Egy percre sem áll meg. És pontosan mit tud az állapotomról? Egyáltalán semmit. Csak nem szeretném, ha elfáradna. Konyha. Át az ajtón, aztán balra. Nagyon szép este volt. Igen. Viszlát. Viszontlátásra. Köszönöm, hogy eljöttek. Még ezt is a füvön találtam. Köszönöm. De most már hagyja a többit. Honnan elfogolok? Teljesen ki vagyok. Igen. A férjével biztos nagyon várják már a kicsit, igaz? Én várom. De férjem az nincs. Sajnálom. A barátom hónapokig suttogta a fülembe, hogy nagyon szeretne már apa lenni. És amikor sikerült... Se baj, egyedül is meg tudom csinálni. Túlértékeljük a férfiakat. Ha gondolja, ma nyugodtan itta. Á, köszönöm, de nem szükséges. A vendégszobát most újítottuk fel, van hely bőven. Nem, nagyon kedves, de a szüleim a közelben laknak. Hát akkor... Köszönöm szépen, ön nélkül nem csináltam volna meg. Örömmel tettem. Viszlát. Még egyszer köszönöm. Viszlát. Nem. Semmi gond, Mrs. Sodley. A testvérének ki kell fizetnie a részét. És a házra költött összeget nem kell beleszámolni? Nem, ebben az esetben nem. A végrendeletben az áll, hogy neki kell fizetni a ház fenntartását, ez része volt a megállapodásnak. Csodálatos. Készítsen elő mindent a jegyzőnek, én addig kerítek egy értékbecslét. Természetesen. Mr. Urgeon! Egyben tegyen vételi ajánlatot az Albany vállalatra, kérem. Biztos benne? Miből akarja kifizetni? Ha nem veszük meg, megteszi más. Amíg megjön a pénz a Lakenem villából, valahogy kihúzzuk. A cég lesz a fedezet. Ahogy jó hagyja. Jó reggelt, Grace. Ráér egy kicsit. Nem igazán, a városba kell mennem. Szeretnék még egyszer elnézést kérni, hogy beosontam a nappaliába. Már el is felejtettem, Mr. Comeck. Flynn. Egyszerűen csak Flynn. Elfogadja a bocsánatkérésemet? Nem értem. Ha nem tévedek, éppen nem volt étkező asztala. Egy asztalt akar nekem adni? Enyhe túlzás egy ilyen kihágásért, nem gondolja? Nem gondolom. Szia, Grace! Hála Istennek, hogy még itt vagy. Mondd csak, kiválasztottad már a borokat a vendégeim? Sajnos még nem volt rá időm. Jó napot! Edward Ravenglass. És ön? Flynn Comeck. Hoztam egy asztalt. Segít lepakolni? Talán segédmunkásnak néz? Igaza van.
Inkább egyedül veszem le. A lakás tökéletes, Mr. Dawson. A gyerekszoba a déli oldalon van, és a tetőtér jó lesz majd műteremnek. Festőművész és restaurátor vagyok. De most munkanélküli, ugye? Igen, de még csak most költöztem ide. A baba születése után rögtön keresek állást. Akkor a bérletet a férje fizeti majd. Nem, én nem vagyok férnél. Nagyon örültem, majd keressük egymást. Oké. Igen. Viszlát. Hello. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Kérem, fáradjanak. Egy kicsit még errébb. Pontosan. Nagyon szép darab, és csodálatosan illik ide. Nekem egy kicsit túl egyszerű. Bocsásson meg, szabad? Látja ezt? Tehát a kis kopogó bogarak a szarufába is beköltöztek. Rosszabb, úgy tűnik beférkőztek az egész födém alá. Ha nem írtja ki őket, leeszik a feje felől a tetőt. Ne ide hallgasson, Mr. Hammack. Komek. Igen, nagyra értékelem, hogy mindenre odafigyel, de a födémet pontosan 3 évvel ezelőtt újítottuk fel, igaz? Igen. Óriási felfordulás volt. Egy időre át kellett költöznünk Hamptonba. Nos, a kijáratot már ismeri Mr. Komek. Viszlát, Grace. Hadd kísérjem ki. Kérem, bocsássa meg a férjem viselkedését. A volt férjemét. Mikor hagyta el őt? Miből gondolja, hogy én hagytam el? Úgy viselkedik, mint egy sebzett vad. Elnézést, semmi közöm hozzá. Ugyan. Kérem, mondja meg, hogy mivel tartozom az asztalért. Nem fogadhatok el egy ilyen értékes ajándékot. Mi lenne, ha körbevezetne a gyönyörű villában? Szívesen készítenék pár fotót. Át fogom gondolni. De még egyszer köszönöm. Viszlát, Grace. Örventem. Flynn Comeck, igen? Ő egy igazi csodálód. Mr. Comeck Anne és Graham barátja. Az egyik borkóstolóban is. Jól van, én örülök neki, ha jól érzed magad, Gracie. Mondd csak, tervezel ma estére valamit? Nem. Vagyis semmi fontosabb. Még jól is jön, mert úgyis beszélni akartam veled. Tudod, az étterem szomeliéje szívesen megbeszélné veled személyesen a borválasztást. Van pár rejtett kincs a pincében, ami nincs az étallapon, de szívesen megmutatja. Szerintem az eddigi válogatás is megfelelő. Majd elküldöm neki a listát. Minden jót. Mrs. Sully? Pontosan, Mr. Comeck. Jó, hogy összefutottunk, meghívhatom ebédre. Inkább megmutatom a jelenlegi projektemet, úgy lesz elképzelés a munkámról. Jó ötlet, akkor megyek ön után. Jó. Fiatal nő gyerekkel, férj nélkül. Igen, igen, írja csak bele. Világos, 3 szobás lakást keres azonnal. Ez tényleg így adjam fel? Uh-huh. Igen. Mennyibe kerül? Igen, nos, ez $32.50. Eli, micsoda kellemes meglepetés. Grace, üdv. Holnap benne lesz az ingatlan rovatban, jó? Jó. Lakást keres? Igen. De Kingstonban nincs kiadó lakás. Úgy tűnik, egy síró kisbaba mindenki rémálma. És egy egyedülálló anyában sem bízik senki. Mi lesz, ha nem találok semmit? Ó, Eli. Csak a hülye hormonok miatt van. Mit szólna, hogyha... ha hozzám költözne? A Lakenem villába? Talán nem tetszik? De hogy nem csak... Ezt nem fogadhatom el. De miért nem? Elég sok hely van. Szeretem a gyerekeket, és talán szükségem is van egy albérlőre. Tényleg? Akkor rendben, csak hozom a dolgaimat, jó? Vagy ez így túl spontán?
Körülbelül 3 óra múlva leszek otthon, ha úgy elég spontán. Oh, igen, remek. Köszönöm. A pénzem. Egy pillanat. Írja azt. Fiatal nő, gyerek és férj nélkül, munkát keres. Beírom, ha tényleg komolyan gondolja. Hogy munkát keres? Hát persze. Tessék, az elején volt egy kis statikai gondunk. Az újonnan felhúzott emelet túl sok volt a régi alapnak. Csak nem itt akar ahol letelepedni. Ne. Gyertek ide! Egyáltalán. Régi házakat vásárolok, felújítom és eladom őket. Tényleg? Apropó, ha tud valamit, nyugodtan szóljon nekem. Ez az épület úgy egy hónap múlva el fog készülni. De ennyi elég is. Ön építészt keres, mit tehetek önért? Értékbecslőt keresek. Ismeri a Lakenem villát? Grace Ravenglass házát, igen? Az enyém is, a testvére vagyok. Értem. Örvend. Jól ismeri Grace-t? Nem csak futólag. Egyelőre még. De ő nem említett semmi ilyesmit. A húgom az ilyesmiben tapasztalatlan. Eddig Edward foglalkozott a házzal. De most, hogy már nincs ott, szeretném tudni, milyen állapotban van a ház. Jó ötlet. Félek, hogy a sógora nem vette olyan komolyan a felújítást, ahogy mondta. Mire céloz ezzel? Szinte biztos, hogy a tetőgerendákat rágja a szú. Állítólag nagyon sok pénzt költött rá. Lehetséges, de nem végeztek alapos munkát. Talán nem írtottak ki minden lárvát, és a bogarak újra elszaporodtak. Rémes kilátások, ezért is fontos egy alapos felmérés. Felhívom Grace-t, és megbeszélek vele. Örülök, hogy egyetértünk. Az időpontot megbeszélem én, majd értesítem. Mr. Urgeon? Azt mondta, hogy a húgom volt a felelős azért, hogy a Lakenem villát karbantartsa. Pontosan, nézzen utána, mi van, ha ezt mégsem tette meg. Később találkozunk. A bank csak akkor... Ad hitet, ha a ház lesz rá a fedezet, addig, amíg... A könyvek a fehér polcra mennek. Amíg nem tudok rendszeres jövedelmet igazolni nekik. De ott a bérleti díjam. Félek, hogy az nem lesz elég. Elég, ha kiveszem őket, vagy tegyem is fel? Igen, csak pakolt ki. Nem, a varázsszó az állandó. Már fel is adtam egy hirdetést. Na és... Hol dolgoztál eddig? Hosszú évekig csak Edwardnál dolgoztam. Úgy érzem, ez nem túl meggyőző. Nézd ki, van itt. Akkor jelentkezd titkárnőnek. Grace! Gracie! Oh, hogy ez eddig nem jutott eszembe? Ide fönt vagyok, mindjárt lemegyek! Ha valaki ismeri a képességeimet, az Edward. Hello. Itt maradhatna Demi egy pár napot. Demi itt akar lakni? De persze csak átmenetileg. Kérlek, mondj igen, Grace. Ez a Suzanne Barbie baba teljesen az idegeimre megy. Demi, Deminek gondjai vannak az iskolában, és jó lenne, ha a szárnyaid alá venni. Hát persze. Bővül a család? Ha, ez remek. Ön mióta tartozik a családhoz? Emlékszel még Alice Summersre? Ő festette a képünket. És ezért már hozzánk is költözik? Tudomásom szerint maga már elköltözött. Szia, Demi! Örülök, hogy megismerhetlek. Szuper! Lesz itt egy igazi barátnőm is. A szakításunk óta össze van zavarodva. De kedves vagy, hogy foglalkozol vele. Ez természetes. De nekem is lenne hozzád egy kérésem. Igen. Őszintén szólva, Allegrának igaza van. Alig lesz elég pénzed a ház fenntartására, nemhogy a felújítására. De te segíteni fogsz. Vegyelek fel a cégemhez. Na jó, de miért nem? Évek óta én csinálom a fordításokat, és én foglalkozom az ügyfelekkel. Miért nem akarsz engem hivatalosan is alkalmazni?
Ez elvi kérdés, Grace, bocsáss meg. Az elveidről vagy az új barátnődről van szó? Szerintem sokkal jobb lesz, ha nem találkozunk minden nap. A távolság jót fog tenni. Már nem vagyunk együtt, Edward, és ezért nem döntheted el, hogy mit tesz jót nekem. Én csak szívességet kérek tőled, ami mindkettőnknek előnyös. Végül is én jól ismerem a vállalat tevékenységét. Lehetséges, hogy igazad van, de... én ezt nem akarom. Van csoki krém és mogyoróvaj? Nézd meg a konyhapolcon, a szakácskönyvek mögött. Ott kell lennie mindkettőnek. Apánál minden édesség tilos. Bele se bírnám sokáig. Bocsánat. Mit akartál még apával megbeszélni? Bíztam benne, hogy újra dolgozhatok neki, de most hivatalosan. De... hadd találjam ki, nem akart felvenni. Na jó. Ma csapjunk inkább egy szép estét. De tudod, ez annyira jellemző apára. Ha szükséged van rá, biztos lehetsz benne, hogy cserben hagy. Ráadásul most ott van még az a Susanne is. Nincs igazad, Demi. Legalábbis, ami téged illet. Te azért mindig számíthatsz rá. Igen? Fogalma sincs róla, milyen is vagyok. Tudja a legjobb barátnőm nevét, hogy mi a kedvenc ételem, vagy milyen zenét hallgatok? Jennifer, sütészta és Amy Winehouse. Coldplay, de ez még új. Épp erről van szó, te tudod, de ő nem. Mindig ilyen volt. Emlékszel, hogy karácsonyra mindig ugyanolyan hülye babát kaptam? Pontosan. Te szívesebben játszottál a régi modellvasúttal. Igen. De sosem érdekeltem, mit szeretnék. Ezt nem hiszem el. Megvan a megoldás. Randolph Fraser. Ő az egyik leghíresebb restaurátor. Na, gyerünk. Jó napot, Mr. Fraser. Elnézést, hogy nem személyesen jelentem meg, de ha önnek is megfelel, akkor holnap reggel oda megyek. Itt Ellie Summers az új asszisztense. Holnap munkába állok, aztán rögtön megyünk is a bankba, hogy a kezesed legyek. Apa csodálkozni fog, hogy nélküle is megy minden. Attól függetlenül, hogy a bank ezt nem fogadná el, részemről sem jöhet szóba. Mi? Miért? Tényleg nagyon kedves vagy, Eli, de ezt most magamnak kell megoldanom. Még mindig szereted? Nem is tudom. Olyan fiatal voltam, amikor férhez mentem. És Edward az egész életemet megszervezte. Mindig itt volt nekem. És most... egyszerűen hiányzik. Ő vagy a biztonság, amit ő jelentett? Csak akkor tudom meg, ha a saját lábamra állok. Jó éjszakát, Grace. Szép álmokat. Neked is. Thank you.
Gábor, zseniális, szó sem lehet róla. És kellene Richard Hans elérhetősége. A borászé, igen. Köszönöm, majd hívlak. Természetesen lány. És tényleg egyedül akarod felnevelni, pasi nélkül? Jobb egy gyerek, mint kettő. Szia! Te jó korán elmentél. Sziasztok! Igen, úgy döntöttem, borászként keresek munkát. Végül is, ezt legalább még tanultam is, ráadásul, ki tudja, lehet, hogy tovább tanulok. Ez aztán az ötlet. Újra tanulni akarsz a te korodban? Hát persze! Tavaly egy 83 éves férfit tett szakvizsgát. Úgyhogy még van remény. És ha már itt tartunk. Edward valamilyen iskolai gondokról beszélt. Ah, semmiség, csak írtam egy rossz dogát matekból. Ez minden? Ismered apát, a lányának mindenben a legjobbnak kell lennie. A te szüleid nem ilyenek voltak? Nem, persze, hogy nem. Allegra a gimit és az egyetemet is kitüntetéssel végezte. Ez elég volt mindkettőnknek. Én is mindig szerettem volna egy nővért. De nem olyat, mint Allegra. Egy udvarló? Csak még nem vette észre. Mi segítünk neki. Mr. Comeck? Abban maradtunk, hogy Flynnnek hív. Üdv, Grace. Oh, igen, Flynn. Teljesen el is felejtettem. Remélem, nem jöttem rosszkor. Nos, hát... Jó reggelt, Mr. Comeck. Jó reggelt. Hadd mutassam be Demit, ő a mostoha lányom. Alice Summers pedig már ismeri. Üdv. Üdv. Hello. Nem jön be? Reggelizett már? Van friss kávé a konyhában. Jó szórakozást, lányom. És minden jót az állásinterjú, Nelly. Köszönöm. Viszlát. Viszlát. A kávé jól hangzik. Tessék. Ismeri az utat. Cukrot? A kilincs még mindig bomba biztos. Megesküdtem volna rá, hogy újra le fog esni. Három kanállal kérek. Le is esett. A fém tüske volt laza. De gyorsan orvosolni tudtam. Ő javította meg? Sose bírtam kivárni a szerelőket. Ezért sok mindent inkább magam csináltam meg. Edward az ilyesmiben nem túl tehetséges. Köszönöm. Sosem gondolt rá, hogy itt hagyja ezt a villát? Amikor egyetemre jártam, néhány évig New Yorkban éltem. Kér egy kis tejet? Igen, köszönöm. De mindig biztosan tudtam, hogy ide vissza kell jönnöm. Régi családi gyökerek. Az is. Köszönöm. És talán ostobán hangzik, de... Ez a ház az, ahol egész életemben biztonságban éreztem magam. Az anyám gyakran nevezte az én kis elefántcsontornyomnak. Mitől féltették a legjobban? Mindentől. A kutyaszőrtől, a pollenektől, a lovaktól. Régebben aszmás voltam. És miután egy alkalommal majdnem megfulladtam, a szüleim sehová sem akartak elengedni többet. Ez inkább börtönnek tűnik, mint elefántcsontoronynak. Bocsásson meg. A művezetőm. Igen, Jack? Mi a baj? Az ellenőr? Jó, tartsd ott, mindjárt megyek. Sietek. Problémák? Sajnálom, most el kell mennem. Ó. Igen. Kár. Viszlát, Grace. Viszlát. Ja, igen, a nővérével beszéljenek meg egy új időpontot, és köszönöm a kávét. A nővéremmel? Flynn, várjon csak! Mi köze van önnek Allegrához? Milyen időpontot? Mr. Comeck meg akarta nézni a tetőszerkezet állapotát, nem említette? Nem. Nagyon érdekli a Lakenen villa. Ha nem tudsz fizetni, ő az első számú érdeklődő. Ezt nem hiszem el.
régi villák felújításával és továbbadásával foglalkozik, és a Lakenem villa ideális választás lenne neki. A szülői házunk nem eladó. Sem Mr. Comeknek, sem másnak. A bank úgy néz ki, hogy megadja a hitelt. Több pénzre lesz szükséged, mint hiszed. Ezt hogy érted? Utána néztem a cégnek, ami a bogárítást csinálta. Nem sokkal utána csődbe ment a pocsék munkái miatt. És mi köze van ennek a hitelemhez? Flynn biztos benne, hogy a paraziták még a házban vannak, és akkor a bogárírtást meg kell ismételned. És te felelsz a ház mindenkori állapotáért. Ez nem lehet igaz. Csak blöffelsz. Szó sincs róla, Hugi. Megbeszélek egy új időpontot Mr. Comeckkel. Jó napot! Maga Randall Fraser? Ön meg a főiskolás kislány. Jól van, jöjjön be! Az ördögbe, Edward! Ha a tető még szobas, nekem kell kifizetni a felújítást. Mégis miből fogom ezt megtenni? Ne aggódj, nem a te bajod. Majd még hívlak. Szia! Feeding. Igen, Grace Ravenglass beszél. Újra a hitelről van szó. Nem, állandó munkaviszonyom sajnos még nincs, de dolgozom rajta. Persze. Rendben, még jelentkezem. Viszhall. Miért fest egy képzett restaurátor gicses akvarelleket gazdagoknak? Sok embernek tetszenek a képeim. Óvatosan! Elnézést. Fehér ólommal dolgozik. Régi olajképek, ez még mindig a legjobb. De mérgező. Tiziano egész életében ezzel dolgozott. 90 évesen halt meg. Csak vigyázni kell vele. De térjünk a tárgyra. Miért kellene felvennem épp magát asszisztensnek? Mert jó vagyok. De tudja mit? Felejts el. Vannak, akikkel nem férek meg, főleg egy szobában. Holnap reggel tud kezdeni? Tessék? Nos, én egy kicsit szorult helyzetben vagyok. És a többi jelentkező még önnél is rosszabb. De van egy kis gond. Amíg terhes vagyok, nem dolgozom oldószerekkel, főleg nem fehér ólommal. Emiatt ne aggódjon. Az elején az oldószerek közelébe sem fog kerülni. Jöjjön csak! Itt az új munkahely. Szia! Kell valaki, aki a gyerekekre vigyáz. Tessék! Simon és Scarlett iskolába járnak. Velük nem lesz sok gondja. De a kis Logan egész nap itthon van. És egy kis gyakorlás úgysem árt. Majd máskor visszajövök, köszönöm. Hé, Eli! Hé! Demi mondta, hogy már vissza is jöttél. Nem ment olyan jól az interjú? Randall Frasernek van egy szép felesége, és három aranyos gyereke.
és babysitterre van szüksége. Értem. És mit mondjak majd az én kicsimnek, akinek normális családja sem lesz? Mit kellett volna tennem, amikor ez a pasas egyszerűen csak faképnél hagyott minket? Fogalmam sincs, hogy fogok boldogulni teljesen egyedül. Egy kis babával. Azt sem tudom, hogy mit kezdjek a saját életemmel. Ah, Eli. A gyermekednek csodálatos anyukája lesz. És a lányod boldogsága nem attól függ, hogy hagyományos családban fog-e felnőni majd. Csalódást fogok neki okozni. Dehogy. Ez nem igaz. Tudtad, hogy a babák választanak anyukát? És a tiéd különösen jól választ. Nem hiszem. Ugyan. Hidd el, mi a... Segíteni fogsz. Biztosan tudnál tartani tőle. Minden rendben lesz, Eli. Fel a fejjel. Köszönöm. Így mi lesz belőle? Ami teljesen normális családunk. Jaj, Eli. Milyen napod volt ma? Ki az a Haynes, akivel találkozol? Ő a legnagyobb borász a környéken. Hallottam, hogy embereket keres. És mit akarsz ott csinálni? Nekem mindegy. Mindent elvállalok. Ha kell, a boros hordókat is kipucolom. De Flynn Comet nem fogja megkapni a Lakenem villát. Nem tudom elképzelni, hogy csak így hátba támadjon téged. Ez biztos valami félreértés lehet. Szerintem viszont ez kezdettől fogva tudatos játék volt. Most mondd meg őszintén. Kezdtük a borkóstolóval. Aztán az asztal. Nem. A bizalmamba akart férkőzni, és mellesleg körülnézni a házban is. Kár. Szerintem jó lett volna neked. Túlértékeljük őket. Tőled tanultam. Szia, Anne! Szia, Grace! Richard nagyon szeretne végre megismerni. Nagyon izgatott vagyok. Egész éjszaka szőlővel, fermentációs eljárásokkal, borválogatással foglalkoztam. Muszáj találnom valami állást. Biztos, hogy megkapod. Mindig légy óvatos a fiatal csikókkal. Szia, Grace. Szia. Richard csak annyit mondott, hogy találkozik veled. Más nem. A többit majd később meglátjuk. Persze. És nagyon köszönöm, hogy elkísérsz engem. Na igen, épp erről akartam veled beszélni. Most kaptunk egy megrendelést a Nappa völgyből, úgyhogy nem tudok veled menni. Értem. Sajnálom. Ne aggódj, Grace. Már gondoskodtunk másik sofőrről. Gondolkodtam, hogy jutok haza. Vége a sulinak? Igen, hazaengedtek, hogy a vizsgára tanuljunk. Romeo és Julia. Ők az osztálytársaid idősebbek, mint te. Csak úgy néznek ki, a legidősebb halasztott egy évet. Kell még pár képkeret, aztán mehetünk. Ó, tök jó. Csodás, hogy ennyit utazgathat mindenfelé, amíg régi házakat keres és ad el. Ha nem jön közben semmi, körülbelül 4 hét múlva új házat tudok átadni a vevőnek. Már vevője is van? Hát persze. De őre szívesen szakítok időt. Elnézést kérek, hogy reggel olyan hirtelen mentem el. A bocsánat kérésben ön óriási. Most mi van a tarsójában? Széke? Ami illik az asztalhoz?
Ugyan már, Bob, már 4 évesen is felmásztam ide. Persze, nagyon jól tudom. Te mindenre felmásztál. Az agyád meg majdnem szívinfarktus kapott. Igen. Nyugodj meg. És hol van az F-14-es keret? Ott a legtetején, balra. De várd meg, kérlek, amíg visszajövök. Jó reggelt. Miben segíthetek? Minden rendben? Igen. Köszönöm. Én... Egyedül is megoldódott volna, tudom. Bob, megjött a rendelésem? Igen, a vörös kivételével. Hé, minden rendben? Nem akarod felvenni? Csak az apám az. Külön csengő hangja van? Igen. Utálom, hogy folyton hívogat. Miért hívogat az apám? Nem fontos. És ezek a későn érő fajták? Igen, pontosan. Szerencsénk volt, és ha még lesz napsütés... Mr. Haynes, megbocsát egy percre? Hát persze. Később visszahívlak, Edward, most nem a legjobb. Látod, ez a... Mi van, te mivel? Ez nagyon szép. Nem. Igen. Természetesen nem tudtam. Az idő nem romlik el, minden... Rendben van, megyek. Azonnal vissza kell mennünk, de mi osztályfőnöke vár. Látom. Szerintem csodás, hogy így törődik a nevelt lányával. De ez az apja dolga lenne. Az, hogy Edwarddal hogy intézzük a problémáinkat, nem önre tartozik. Ráadásul megbeszélése van. Azt hittem önnek is. Ez itt a legjobb minőség. Figyelek. Igen. Látom. Egy kis ízelítő. Megkóstolja? Mr. Haynes, nekem most... Kérem. Már rég nem éreztem ilyen gyümölcsös merlóízt. 2 évvel ezelőtt készítettem egy küvét merlóból és szavignonból, de nem volt elég édes az amerikai piacra. Talán meg kellene próbálni a címfendellel. Az már biztosan elég édes lesz az amerikai ízlésnek is. Nem akarja megkóstolni a küvémet is? Nekem is ez volt az ötletem. Kérem, fáradjon velem. Még nagyon megbánja, hogy erre rábeszélt. Mondja csak, mi ütött magába? Egész nap úgy beszél velem, mintha bűnt követtem volna el. Hívja fel a nővéremet. A számát nyilván ismeri. Ő biztos elmagyarázza. Te tényleg azért lóksz a suliból, hogy itthon ülhess? Hogy lehetsz ilyen buta? Mondd, mit érsz el vele? Úgy is bejutok a fősulira. Ez hülyeség. Ne bízd el magad. Apa külföldre akar küldeni. Egy hülye internátusba. Mi? Biztos vagy ebben? A szerződést már meg is kötötte. A gimi után azonnal el kell mennem Kingstonból. Aha, és ha itthon ülsz? Akkor talán maradhatok. Apa már csak arra vár, hogy a bizonyítványom a zsebemben legyen. És szerinted olyan nagy ostobaság egy évre elutazni? Én biztos örülnék neki. Ez most nem rólam szól, Eli. Meg akar szabadulni tőlem. És mivel a lányától nem tud elválni, mint Grace-től, inkább elküld magától. Szerintem rosszul látod ezt. Nézd, új kultúrát ismerhetsz meg, új embereket, új helyeken járhatsz. Még akkor is, ha csak egyszerűen meg akar szabadulni tőled. Igen. Sabli, azt mondanám 2003-as. Miért éppen 2003-as? Abban az évben kevés volt a napsütés, ezért egy kicsit szárazabb lett. Remek. Nagyon meglepett, hogy meg tudtam mondani. Parancsoljon. Ez egy olasz bor. Má, igen? Egy Sauvignon Frialból. Chardonnay és Riesling keverék, vagy röviden Pluie di Stelly. Gratulálok, Mrs. Ravenglass. Le vagyok nyűgözve. Az ön ízlése tévedhetetlen. Hallottam, hogy éppen munkát keres. Igen, így van. Van ajánlata?
De még mennyire? Igen. Jövő héten borkostoló az olaszokkal, aztán a helyi sajtó. És a jövőben én csinálok minden borkostolót Richard Haynesnek. Ez állandó munka. Gratulálok. Örülök neki. Á, igen, képmutató. Ez azt jelenti, hogy a banki hitel már biztos, és a Lakenem villa marad, úgyhogy másik ingatlant kell keresnie az ügyfelének. Mi köze van ehhez az ügyfelemnek? Ön kérdezi? Ön akar 4 hét múlva kész lenni. Igen, és? A Mr. Comeck nem kell tovább bújócskázni, a már rég tudom, hogy kinézte a Lakenem villát magának. Mi az ördögről beszél? Miután rájött, hogy a födém szúvas, azt hitte, hogy majd feladom. És pontosan így gondolta a nővérem is, de most el kell felejteniük a zsíros üzletet. Fogalmam sincs, hogy honnan veszi, hogy a házat meg akarom venni. A nővére felkért, hogy becsüljem fel az értékét. Ez minden. Ne beszéljen már mellé. Allegra elmondta, hogy ön meg akarja venni a villát. Akkor hazudott. Hazudott? Egy szót sem ejtettünk vásárlásról. És az ügyfél? Az én házamat veszi meg. A saját házát akarja eladni? Erről beszéltem önnek idefele is. Jobb lett volna, ha nem mondok semmit. Azt hiszem, most nekem kell bocsánatot kérnem. Megbocsát. Nagyon sajnálom. Én csak azt hittem, hogy Allegrával szövetkeztek ellenem. Még ha érdekelne is a Lakenem villa, akkor sem akarnám elvenni öntől. Nem? És miért nem? Mert tetszik nekem Grace. Ó. Oh. Legalább elmondtam. Szabad? Ki itt a szakember? A szaki kétség kívül én vagyok. Ez teljesen szándékos volt. Szeretem, ha habzik. Gondoltam. Itt tényleg annyira szép. Ön hogy tud erről önként lemondani? Megtanultam nem a dolgokhoz kötődni. És nem hiányzik önnek egy igazi otthon? Annyira nem. Én másoknak építek otthonokat. És vannak különleges emberek az életében? Vannak. Ha jobban belegondolok, elég sok. A szüleim és a 3 testvérem. Szétszorultunk az országban, de a távolság nem akadály. Nekem a családom az otthonom. Valami rosszat mondtam? Nem, nem. Csak szeretném, ha én is elmondhatnám ugyanezt a családomról. Be kéne mennünk, vihar közeleg. Jöjjön. Szeretnék köszönetet mondani. Miért? Hogy a szőlőhegyen emlékeztetett rá, hogy én is fontos vagyok. És hogy a saját életemmel is foglalkoznom kell. Ehhez a témához még lenne pár javaslatom. Szívecskéket. Miért nem? Abból, amit mondtál, azt hittem leszámoltál a szerelemmel. Dehogy is. Csak nincs kedvem harcolni érte. Jön az magától. Menjünk be, jó? Mi a csoda volt ez? A nyugati szárnyból jött.
zsenébe. Szent Isten. Te jó ég, de mi a tető? Francba. Megnézem azt a lyukat. Légy óvatos, Demi, ki tudja, mi esik még le. Jó, jó. Hát ez beszakadt. Csak óvatosan. A régi modellvasutam. Demi, gyere ki onnan. Nézd meg. Azt hittem, apa már régen kidobta. Gyere már ki onnan, gyere! Flynn! Istenem! Demi! Az öreg fenyő a tetőre zuhant. Nem tehettünk semmit. Hála Isten, hogy nem esett bajotok. Nézd meg azt a lyukat. Grace, ezt nézd meg. Nem is volt ilyen nagy az a fa. A tetőszerkezet teljesen sérült. A fenyő csak az egyik probléma. Sajnos a Sue szétrágta a fát. Ezért ilyen nagy a kár. Akkor jogos volt a feltételezésed. Demi! A háború újra kezdődik. Demi! Demi! Hála Istennek, jól vagy. Annyira aggódtam, érted? Valóban? Természetesen. Gyerünk gyorsan! Te menj arra! Te segíts neki, Tom! A piros vonatkocsi. Mindig ezzel játszottál, a mozdony egy cseppet sem érdekelt. Igen. De ezt honnan tudod? Sosem játszottál velem. De gyakran néztem, ahogy játszol. Sőt, többet is tudok. Például azt, hogy minden babát, amit tőlem kaptál, odaadtad a barátnőidnek. Van még valaki odafent? Nem maradhat itt senki. Kérem, menjenek le. Gyerünk gyorsan. Szükség lesz a nagy létrára. Óvatosan, óvatosan. Bob, te menj fel. Gyorsan, gyorsan! De... miért nem mondtál soha semmit? Miért nem kérdezted meg, mire vágyom? Azt hiszem, nem tudtam, hogy kell bánni veled. Minden üzleti ügy egyszerűbb volt, mint megérteni, hogy mi van egy kislány lelkében. Rendben, apa. Akkor elmondok neked egy egyszerű trükköt. Csak ülj le beszélgetni a kislánnyal. Gyere ide. Biztos vagy benne, hogy a biztosító nem fizet? Nem, Viszmajornál nem. Akkor most mégis mihez kezdjek? Ezzel a kárral a bank nem fog hitelt adni. Richard Haynes borászatában te most új életet kezdhetsz. Talán ez is egy jel. Miért ragaszkodsz a múlthoz? Hogy érted ezt? Talán mégis itt az idő, hogy elhagyd az elefántcsont tornyodat. Azt nem tehetem. Soha. Grace, képzeld el! Nem kell internátusba mennem, maradok. Demi, ennek tényleg nagyon örülök. Legalább ebben az egész káoszban van egy jó dolog is. Igen. És neked sem kell többet aggódnod. Apa megígérte. Én leszek a kezesed. És Susanne, ha azt nem akarta, hogy ott dolgozzak, akkor most mi lesz? Ezt neki is meg kell értenie. Még hogy happy end csak a mesékben van. Ti aztán... Flynn, várj! Várj már egy kicsit! Szeretnél tőlem árajánlatot kérni?
vagy egyenesen küldjem Edwardnak. Azt mondta, hitelt ad neked, hallottam. Igen, de legalább ez egy reális megoldás. Akkor továbbra is tőle függsz majd. Ezt akarod? A szüleim egész életükben azért dolgoztak, hogy a Lakenem villa a családé maradjon. Nem adhatom fel ilyen könnyen. A szüleid biztos nem várták volna el, hogy feláldozd a szabadságodat érte. Kérlek, gondold át még egyszer. A szabadság neked nagyon fontos, igaz? De én nem vagyok olyan, mint te. És a te szabadságodat soha sem ismertem, és őszintén szólva, soha nem is hiányzott. Igen. Te is úgy gondolod, hogy itt kéne hagynom a Lakenem villát? Mi? Ki mondta ezt? Flynn. Szerinte hiba, hogy elfogadom Edward segítségét. Edward segíteni akar? Igen. De Flynn szerint nem kéne annyira örülni neki, ugye? Egyszerűen nem érti meg, hogy ez a ház mit jelent nekem. Hogy érthetné, amikor soha nem laktak hosszabb ideig egy helyen? Mondd meg nekem őszintén. Szerinted normális, ha valaki folyton költözik? Szerintem nem akar folyton költözni, csak kénytelen, ennyi. Na jó, de miért? Talán mert senki nem kérte, hogy maradjon. Flynn Comer telefonját hívta. Jelenleg nem vagyok elérhető. Kérem, hívja vissza később. Tudja mondani valaki, hogy hol van Mr. Comet? Flynn? Azt hiszem, már úton van. Úton van? Na és hová? Fogalmam sincs, azt nem mondta el. És mikor várható vissza? Azt nem tudom. Köszönöm. Megmondaná neki, kérem, hogy kereste? Grace Ravenglass. Tudom. Micsoda kép. Hűha, mi a csoda ez? Fogalmam sincs. Gondolom, erről Grace sem tud semmit, igaz? Ezt még én sem láttam. Ez eszméletlen. Mondjak valamit? Szerintem ez egy Constable. Ő egy nagyon híres angol festő a 18. századból. Biztos? 80%. Miért falasz be valaki egy képet? Hát a polgárháború alatt az emberek elrejtették az értékesebb műkincseiket, és lehet, hogy ezt elfelejtették. De mit tudod, hogy mennyit érez? Grace mindent ki tud fizetni belőle. Várj, nem kellene megmutatni egy szakembernek? Mi van, ha tévedsz? Éjjel jobb, ha nem kerget hamis illúziókat. Ismersz valakit, aki szóba jöhet? Csak egy valakit tudok.
Hé! Kell egy kis segítség? Igen, köszönöm, Vishal. Holnap találkozunk. Oh, mostantól miénk az albani vállalat. De nincs pénz, hogy az árát kifizessük. A Lakenen Villa nyugati szárnya a vihar után. Ez nem lehet igaz. Sajnálatos módon nagyon is az. Hívja fel a bankot, én a villába megyek. És kérlek, hívj, ha Flynn jelentkezik. Igen, persze, Grace. És ne aggódj, Flynn mindig visszajön. Gracie! Hol bujkálsz? Már mindenhol kerestelek. Edward. Ma délután megbeszélésünk van a bankban. Meg fogod kapni a hitelt. Remélem, hogy nem érted félre. Igazán nagy lelkű dolog tőled, de nem fogadhatom el a segítségedet. És miért nem? Boldog vagy Susannéval? Ez hogy jön most ide? Szereted? Igen, szeretem. Látod? Ezért kell ezt most egyedül megoldanom. Gracie, nem hiszem, hogy ez a legjobb pillanat az önállósodásra. De mi számomra mindig a lányom marad. Miatta nem kell aggódnod. De a mi útjaink, Edward, most külön válnak. Igen, de... egyelőre még... kívánj szerencsét. Hé! Hey! Mégis átgondolta az állásajánlatot? Jó, a gyerekek örülni fognak. Nem, ma munkát hoztam önnek. Felméretted már a károkat? Mekkora? Köszönöm kérdésed, Allegra. Igen, mindannyian jól vagyunk. És senki sem sérült meg. Ez az, amire gondolok. Paraziták. Flynnnek igaza volt. Megették az egész tetőszerkezetet. Igen, tudom, nekem kell majd állni a károkat. Az rajtam már úgysem segít. Fedezetnek adtam a cégemet egy vásárláshoz 300 000 dollárért. Ha nem kapok pénzt a villából, mindent elveszítek. Ne ronts tovább a helyzetem. Hogy a vadludak nem építenek új fészket. Ha tönkre megy a fészkük, megvárják a következő évet az újjal. De Grace nem egy vadlud. És a képpel megmentheti a fészkét. Na? Tényleg Constable, ugye? Festékpigment. Képfelosztás. Minden jel arra utal. Tudjuk, hogy Constable 3 képet is festett, amikor ide költözött. A felesége nem várja ebéddel? A feleségem? Először is, az a nő a testvérem. És az ő gyerekei. Most arra egy kicsit elege lett, úgyhogy segítek neki. És másodszor? Másodszor nem. Ez nem Constable. Mi? Hogy nem? Nem az ő ecsetkezelése. Minden rendben van? Már jobb. Mi van az ecsetkezeléssel? Mikorra van kiírva? Miattam ne aggódjon, még ráérek. De ugye akkor is értékes.
Különben miért rejtették el? Meglátjuk. Kórházba kell mennie. Csak egy kicsit le kell. Nem. Kedves Miss Summers, nem tudom, milyen fájdalmai vannak, de a húgom ezt már szülésnek hívta. Inkább beviszem a kórházba. Jöjjön! Menni fog. Lélegezzem mélyeket. Lélegezzem mélyeket. Menni fog. Nem bírom. Jöjjön. Haza akarok menni. Nem mehet haza, szülni fog. Jöjjön. Jöjjön. Egy remek nő, 51 centi hosszú, és 3700 gramm. Szia! És biztos benne, hogy kisfiú? Ó, igen. Szia! Tudod, hogy igazából mindig kisfiút akartam? Mindjárt hozom a büszke apukát is. Tűnik, az ifjú apa elment ünnepelni, de biztosan hamarosan visszajön. Küldök önhöz egy nővért, rendben? Egy percre magára kell hagynom. Mindjárt jövök. Te csak ne aggódj, Pablo. Boldogulunk mi egyedül is. Nem vagy egyedül, Ellie. Hello? Ellie, végre! Azt hittem, már sosem hívsz fel. Igen, de mi mindent részletesen elmesélt. Ellie, nekem teljesen mindegy, hogy mennyire értékes. Most az a lényeg, hogy te hogy vagy. A Pablo Graciano gyönyörű név. Annyira örülök neked. Nálam? Allegrával már beszéltünk rendben. Nem, Flynn még nem jelentkezett. Ellie, később még beszélünk. Mit keresel te? Nem volt egyszerű eredeti tetőzsindejt találni. Remélem, elég lesz ennyi. Van itt kint vízcsap valahol? Igen, rögtön a sarok után. Azt hittem, nem helyes lett, hogy megtartsam a Lakenem villát. Rész. Nem fontos, hogy én mit gondolok. Saját magadnak kell kisétálnod az elefántcsontoronyból. Ezért építem most újra. Nem fog kényszeríteni rá, hogy eladd a házat. Szia, Allegra, mindjárt megyek én is. Itt is van néhány újdonság. Gyere.
Tehát, ahogy mondtam, a festmény stílusa nagyon hasonlít Constable-re, de nem az ő vonalvezetése. Pontosan hol találták? Odafent. Mit keresel te itt? Eli! Legalább két napig kórházban kellett volna maradnod. Pablóval demokratikusan megszavaztuk, hogy már hazajöhetünk. Ehhez hozzá kell szoknia. Ha Eli valamit a fejébe vesz, azt semmivel sem tudja megakadályozni. Hadd mutassam be neked a fiamat. Megfog. Igen, szabad. Szia, Pablo. Én vagyok Gracie nénikéd. Elnézést, érdekel valakit a kép is? Igen. Mit is mondtál, hol találtad? A szekrényben, vár csak. Gyere, Pablo. Megnézzük a festményt még egyszer. Együtt. Nézd csak meg. Édes. Nézd meg, Pablo. Erről van szó. A szekrény hátlapjának másik oldalán volt. Itt. És ez jelent valamit? Persze, hogy jelent valamit. Ez nem a szekrény hátoldala, hanem a képkeret. Látják? Ez egy Christian Church. Ő szinte minden festményét bútorokba applikálta. Ráadásul Constable tanítványa. Egy tanítvány? Erre korábban is gondolhattál volna. Gondolhattam volna is, ha az egész remek művet megmutatod. Sajnálom, de szekrény hátlapokról nem tanultunk a főiskolán. Egyelőre. És ez a church mennyit ér? Természetesen nem annyit, mint maga a mester, de azért egy 6 jegyű összeget adnak érte. Grace, ez óriási! Ennyiből kiírthatod az összes nyüves szót. A ház nem menekült. És a te céged is. Igen, ez igaz. Köszönöm, Grace. A részleteket később. Fogd csak meg. Óvatosan. Miért nem költözünk be együtt a Lakenem villába? Együtt? Jóságos ég! Már gyerekkorunkban sem jöttünk ki egymással. Na jó, de miért nem? Miért nem tudunk mi jóban lenni? Mert mindig is féltékeny voltam rád az első naptól kezdve. 10 évig én voltam a hercegnő, aztán megszülettél, jött az asztmád. Na lehet, hogy te nem is tehettél róla, de minden körülötted forgott. Még csak észre sem vettem. Tudom. Nem gondolod, hogy itt az idő, hogy a múltat elfelejtsük? Itt van elég hely kettőnek is. Nekem nincs. A Lakenem villában tovább élne a múlt. Ez csak a te menedéked. Végre itt vagy. Ha. Tessék. Köszönöm. Akkor... Ígyunk rád, Grace. És Christian Churchre. A Lakenem villára. Pablóra. Hé. Mi történt veled? Nem is örülsz? A házad megmenekült. A nővérem kimondott valamit, amit valahol legbelül tudtam. De nem akartam elismerni. És? Még mindig biztos vagy benne? Igen. Eladó. Teljesen. Itt az idő, hogy eladjam az elefántcsontornyomat. Valamit elfelejtettetek? Elfelejtettünk? Micsodát? Valamit megrendeltetek. Emlékeztek még? Igen, a házam. Igen, persze. Nagyon szép. Köszönöm. Köszönöm, Eli.
Mindent, nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy nélküled boldogultam volna. Persze, csak tovább tartott volna. Találkozunk a borkostolón. A jövő héten. Szia! Szia! Na és veled mi van? Velem? Igen. Én hátrahagytam a régi életemet. De biztos vagy benne, hogy fel akarod adni a nomád életedet? Mm-hmm. És képes vagy velem egy darabig egy helyben maradni? Veled? Mm-hmm. Akár egy élet.